Hétfő reggeli forgalom a 82-es út Győrbe vezető szakaszán, ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy 4,4 km hosszú, kétszer kétsávos út épül majd az M1-es autópálya és a 82-es út találkozásától a 83-as és a 821-es utak csomópontjáig. Kara Ákos, a terület országgyűlési képviselője híradónak azt mondta, készülnek a beruházás tervei. Jó hír az, hogy készül, illetve elindulhat az új győri 82-es bevezető útnak a tervezése. Ez a javaslaton a korábbiakhoz képest két komoly fejlesztési elemmel egészül ki, hiszen a metró csomópont mintájára azt javasoltam, hogy itt is az autópálya áglehajtóinál létesüljenek turbókörforgalmak, úgyhogy az én tudásom és ismeretem szerint ezt így tervezik már, és összességében a 82-es út két ágon is biztonságosabbá válik. Az új 82-es bevezető tervezése egy hosszú folyamat, hiszen számos kritériumnak kell megfelelnie az új nyomvonalnak. Környezetvédelmi hatósági engedélyek, területvásárlások szükségesek ehhez. A kormány 1 milliárd forintot biztosított a tervezésre, ami maximum másfél évet vehet igénybe. Innentől számítva körülbelül másfél év, amikor lezárul az a tervezési időszak, amikor minden szükséges engedély meg lesz, a szükséges környezetvédelmi és az összes létező hatósági engedély, és utána akkor a kormánynál, illetve a közbe eső időszakban én képviselőként szeretnék mindent megtenni, hogy a forrást is mellé tegye a kormány. Szerintem biztosítani fogja a kormány, én legalábbis ezért fogok dolgozni, és akkor utána körülbelül 2024-re készülhet el ez az új bevezető. Kara Ákos kezdeményezésére egy újabb jelentős kormányzati beruházás kezdődik. Az országgyűlési képviselő a Győr Plusznak számolt be először arról, hogy 2 milliárd forintból megújul a Pápát és Kisbért összekötő út Győr-Moson-Sopron megyei közel 9 kilométeres szakasza. A legfrissebb és a legaktuálisabb hír, hogy a megyénknek egy déli pontján a Pápa és Kisbért összekötő útnak a Győr-Moson-Sopron megyei szakaszának kezdeményezésemre egy jelentős kormányzati fejlesztés felújítás kezdődik. Ez körülbelül egy 9 kilométeres szakasz, és az elmúlt napokban napvilágot látott hírt fejlesztést egészíti ki, hiszen ez kapcsolódik két oldalról a tervezett Veszprém-Varsányi körforgalomhoz. Én azt gondolom, hogy ez a fejlesztés a biztonságot szolgálja, a Veszprém-Varsányi körforgalom, a hozzá kapcsolódó utak pedig egy sokkal biztonságosabb közlekedést tesznek lehetővé. Kara Ákos hozzátette, hétfőn egy megbeszélésen vesz részt a kivitelezővel az ütemezésről, de az, ami már biztossá vált, hogy jövő tavasszal kezdenek bele. Minden szükséges megállapodást megkötöttek, a 2 milliárdos kormányzati forrás rendelkezésre áll, jövő őszig el fog készülni a fejlesztés.